Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. A mai vendégem, azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatom, hogy az egyik legjobb magyar musical énekes, Csengeri Attila. Nagyon szépen köszönöm, köszöntöm a nézőket, köszöntelek téged is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide hozzánk, de hát ugye jól tudom, te már egy hatalmas munkából jöttél, hiszen az Aranyembert fogja streamelni, ugye a színház, ahol most te éppen dolgozol és játszol. Igen, igen, ez a Magyarok Dalszínház, komáromi csapat, és ott vettük fel a Tatai Magyari Zoltán Művelődési Központban az Aranyember című produkciót. Hát most aktualizálhatnánk, hogy ugye most betámadta egy költőnő, írónő ezt a darabot, hogy itt a nemi szerepek és hogy az elnyomott nők és a megcsalt nők. Szerintem egy remek mű, gondolom, hogy te is így gondolod. Igen. Valamelyik nap le is látta a Magyar Televízió. Így van. Drága Latinovics Zoltán volt, ugye Krisztián Tódor. Tényleg remek mű, a film is nagyon jól sikerült. Egyébként lett háttérrel forgattuk a darabot, és ahogy kezdődik, ugye az egész mű az, hogy a Dunán fölfelé húzzák a lovak, a Szent Borbála nevű hajót, és akkor a filmből voltak bevágva lett falra részletek a hajóról. Tehát egy kicsit visszatekintés és tisztellegvén a filmnek. Igen, igen. Meg hát valahol azért ez olyan szép, hogy film készült belőle, ugye regény, film, és akkor egy rock, opera, musical, nem tudom, Gyöngyösi Tamás, aki a vívást és a verekedéseket készítette a darabban, ő mondta, hogy nézte, hogy annyira jó ez a sztori, hogy itt megvan a klasszikus Bon Vivant, primadonna, szubrett táncos, komikus benne, ugye a különböző karakterek, hogy olyan, mint hogy egy operettet nézne, a szép ruhákkal, és akkor megbeszéltük, hogy valószínűleg ez inkább egy rock operett. Aha. Tehát rock operát ismerünk, de rock operett, és tényleg az a kor, az 1800-as évek, a báli hangulat, a romantikus, szálak benne. Igen, hogy szereti, de van egy másik is a képben, mi lesz a sztori vége, hogy valóban egy operettszerű mű születik így zenével együtt. Tímár Mihály vagyok benne. Tehát azt akartam mondani, hogy a címszerepet alakítani. Címszerep, igen, rengeteg énekelni valóvá, tehát tudjuk, hogy a könyv is ugye elég veretes, hosszú, sok oldalon keresztül nagy leírások. Tehát sokat énekel benne Tímár Mihály, de imádtuk, felvettük kétszer egymás után, egy nap plusz a legnehezebb dalaimat, ugye díszletben, díszlet nélkül is. Tehát én a felvétel napján körülbelül 2,5-szer nyomta végig a darabot, füsttel együtt, ugye, amit mi énekesek annyira nem szeretünk, de szépen lehet világítani. Úgyhogy ez majd egyszer csak kikerül az internetre, ugye nyilván... És akik nem tudnak színházba menni és Csengeri Attilát megnézni, akkor ebben az előadásban majd nézhetnek. Így van. A rajongók. Komáromi Magyarok Dalszínháza, az Aranyember, rá lehet keresni, van Facebook oldal a színháznak, és szerintem egy olyan 2-3 hét múlva már meg lesz a vágott verzió, és hajrá! Várom, és hallják. Te lehet, hogy én is egyébként most már kíváncsivá tettél, hogy milyen látvány, és lehet, hogy majd én is megnézem, rá kattintok. Nagyon köszönöm. Egyébként te az vagy, aki világéletében, aki kicsit figyeli a munkásságodat, és még rendszeresen jár színházba, mindig nagy, nehéz, veretes szerepeket kaptál. Hogy ez szerinted mitől jön, hogy vannak olyan hangfajok, olyan típusú színészek, énekesek, akikkel lehet látni, hogy ők terhelhetőek, vagy egyszerűen ez egy szerencse kérdése? Hát alkat, hangfaj... Sokszor szerencse is, bár én szerencsésnek annyira nem ítélem meg magam, mert vannak olyan pályák, gondolom te is látod magad körül, hogy úgy nem érted, hogy valaki hogy lesz hirtelen. Egy szűkített pentatonnal. Sztár, igen, és akkor már rendez, már mindenhez ért, ugye sok ilyen ember van Magyarországon. Hát én úgy hagytam magam sodródni az életben. Ami nagyon biztos alap, az Bagó Gizella, színművészeti főiskola, újból egy darásfészek, ugye, de hát én még játszottam az Oldie színpadon. Nekem semmi bajom nem volt a főiskolával, hát azért Szinetár Miklós Gosztonyi János tanított engem, Xantusz Jánossal csináltunk Pink Floyd fal vizsgaelőadást.
Versényi Ida néni, ugye Gogolák elvtársnő a tanúból, ő volt a zenésmesterség tanár, Kazán István tanár úr volt az osztályvezetőnk. Tehát én ott olyan alapot kaptam Bagó Gizellától énekesként, hogy kiderült az, hogy mennyire vagyok terhelhető. Amikor visszagondolok még fiatal koromban, amikor csütörtök péntek, szombat dupla, vasárnap dupla sztár csinálok a Rockszínházban, néróként egyedül. Hát ha megvan a Róma égése, igen, csak azt elénekelni mondjuk 6-szor egy hétvégén, de hogy terhelhető is, azért van egy magasságom, ez a 185-6 centi, tehát a hős karakterek. Szerencsés alkat van. István a királytól kezdve azért a Bon Vivánok, Danilo Danilovics, Luxemburg rófia, tehát hogy Edwin. Ahol azért úgy meg kell jelenni. Tehát ezek így egy csomagban hozták ezt, hogy... Tehát, hogy a terhelhetőséged és a szerencsés alkatot Szerencsés alkat, igen. Uh-huh. Igen, és szerintem az is, hogy azért lehet velem dolgozni. Tehát most már azért 30, tehát Dorian Gray-t számolom. Alázatos vagy? Szorgalmas? Mindenképp. Aha. A szorgalmat megkérdőjelezem, mert sokszor utolsó pillanatban készülök el egy darab szöveget, tehát amikor már tudni kéne a szöveget egy emlékpróbán, akkor még ott lapozgatom. Pillanat, még azért megnézem, tehát kicsit az ráérünk arra még típus vagyok. De főszerepeknél ezt hogy leolthatja meg az ember, hiszen a főszereplő viszi a hátán az előadást. Igen. Én mindig azt mondom erre, hogyha valaki szóvá teszi ezt, hogy Attilám azért kéne már tudni a szerepet valamennyivel, legalább sugóval, hogy miattam premier még nem maradt el. Uh-huh. Tehát én premierre mindig tudtam a szöveget, tudtam a dolgomat, a helyemet. Amikor felmegy a függöny, akkor én ott vagyok 100%-osan. Igen, de az alázat mindenképp megvan. Engem még nem nagyon hallottak ordibálni próbán. Nem vagy hisztis? Nem vagyok hisztis. Nincsenek allőrjeid? Nincs. Azt gondolom, hogy sehova nem vezet az, hogy valakit megalázunk, megsértünk. Ilyen rendezőket is ismerünk, aki annak örül, hogyha sír fönn a színész, vagy a színésznő. A mert akkor magam alá gyűltem, de jó! Így van, vagy kirohan, vagy ott hagyja a darabot, visszaadja a szerepet. Semmi értelme. Tehát én dolgoztam ezért. Ezt tudod, milyen érdekes, mert pont az olyanok, mint aki folyamatosan főszerepeket és nagy címszerepeket játszik, és ugye terhelve van, mert végül is folyamatosan nagyon terhelve vagy a pályát során, mindig azok szoktak egy idő után egy kicsit, hogy mondjam, feszültebbé válni, stresszesebbé válni. De te akkor nem. Próbálod kint hagyni? Nem. Az öltözőbe, vagy a takarásba, vagy? Igen, még ott. Én már a színház, vagy művelődési ház, vagy sportcsarnok ajtajában leteszek mindent. De ezt nem azt mondom, hogy nem nyomok el még a takarásban egy szóviccet. Tehát akár Jézusként, akár fantomként. Igen. És mert vannak ugye, akik bemennek egy színházba, és onnan... Nem, mert hozzájuk szólni. Igen, hogy ők már átlényegülnek. Nem, takarástól takarásig vagyok a szerep, takaráson kívül, folyosón, öltözőben Csengeri Attila, és én nagyon jól meg vagyok ezzel most már. Hát én 90-ben kezdtem ugye úgymond nagy színészi pályámat a Dorian Gray-vel, azért Ács János rendező, ugye Várkonyi Mátyás zenéjével, tehát, és ott meg igazi meghallgatás volt. Igen, értem. Fél éve jártam a színművészetén, amikor meghirdették hogy az előadást, és akkor ott ültek a szerző. Igen, ez a szerep, ez nagyon... Igen, akkor még hosszú hajam volt besütve, és semmit nem tudtam a színházról, a pályáról énekelni, már valamennyire rock érdekesi múltamból tudtam, Bagó Gizivel már dolgoztunk akkor fél éve, és ezt a meghallgatást csak arra mondom, hogy ott tényleg az volt, hogy alkalmas, mert voltam azért színházakban úgy meghallgatáson, hogy adtak volna egy papírt, akkor mondjuk az 5 főszereplőből 4-et eltaláltam volna, hogy ki lesz. Mert hogy tudtuk, hogy kinek hogy, van hogy már. A meghallgatások azok azért vannak, hogy hírverést csináljanak, és vagy a jogot úgy kapják. Vagy meg. A jogot úgy kapják, ki kell küldeni, ugye, hogy X embert meghallgattunk, de pontosan tudni, hogy annak a rendezőnek kik a kedvencei. De ezen se akadok már fönn, mert már a kor, mert Magyarország, igen. Ugye Stuttgartban énekeltél, ugye a Kriszt, a Misszágon főszerepek, árulj már el nekünk, hogy például tőlünk nyugatra,
egy színházban, egy ilyen musicalnek főszerepnek az eléneklése, illetve a színházi lét, egy produktum létrehozása, miben különbözik a hazaitól? Hát első... Német nyelven. Első körben ugye pénz. Igen. Tehát az, amikor én bementem abba a színházba, Stuttgart Musical Hall, Stuttgart külvárosában volt ez, Feingenben, tehát amikor eltáltod a szád, bevittek a végfok szobába, ahol ugye a processzorok, végfokok, erősítők voltak klimatizálva, hány fok, páratartalom. És ez nem most volt tavaly, hanem ez egy 95, pár évvel ezelőtt volt. Igen, az a keverőpult, aminek nem láttam a végét, hogy már akkor gomnyomásra minden jelenet külön beütve, digitalizálva, és egy lány keverte az előadáson a hangot, egy fiú a zenekart. De jó. Ugye ott egy supervisor odajön, beállítja az összes hangot. Nekem egy hangbeállásom volt január 1-én próbák és két során. Évig ezt. Igen, és akkor megvan, hogy hány órát énekeltem abban a mikroportban, akkor azt levették a fejemről, ment a kórusra, és amikor ott is kiszolgálta magát, akkor ki olyan öltözőn volt, hogyha besütött a nap, akkor önműködően lejöttek az árnyékrólók, zuhanyzó, WC, ágy, telefon. Kanapé. Tehát, hogy de teljesíteni kell, ugye? Teljesíteni tehát én azt hallottam, kell. Hogy nagyon, nagyon nagy az elvárás. Igen, velem a legnehezebb rész, amikor kiborul Krisz ott a szobában, ugye, mikor már kiderülnek a dolgok, és a felesége is rájön, és ott van egy ilyen kiborulós ének, és azt olyan 6-8-szor elénekeltették velem, még magyarul, mert ugye nyilván németül nem tudtam, hogy megnézzék, hogy mennyire terhelhető a hangom. Egy héten hány előadást kellett énekelned? Hát úgy volt, hogy a hétfő volt szünnap, és akkor kedszerd, a csütörtök, péntek, szombat, dupla, vasárnap, dupla, tehát 8 előadás, és ebből 6. 6 volt az Erste Besetzung feladata. Aha. És akkor a szombat-vasárnap délutáni akadt a második szereposztás. Egy német srác volt, Mike Lose. Én 6-ot, aztán fizetést akartak emelni, az amúgy is ott egy ilyen főorvosi ügyvédi fizetést kaptam akkor, mint főszereplő. Tehát a mai napig csodálatos pénz lenne az, ha ott maradtál volna. Ha annyit keresnék, igenis ez 95-ben volt, tehát már 26 éve. Tehát ma is irgalmatlan pénz lenne. És én mondtam, hogy ne emeljenek fizetést, hanem játszhassak csak heti 5-ször. Aha. Mert azért az megterhelő. Ugyanazokkal a szereplőkkel, ha 10 centit arrébb ültél, akkor már felírás már a keddi beszélgetésen már mondták, hogy Attila nem, mert tud jön a fény, hogy. Tehát, hogy ennyire... És meddig tanultad meg németül? Mert tudom, hogy főleg a németeknél az akcentus, az ki van zárva. Igen, de a magyar nyelv is azért kemény, meg ugye aki muzikális, az elég jól leveszi. Tehát a Christiane Klang-nak hívták a fonetika tanárt, és ő belém verte nagyon keményen, és akkor mondta, hogy neki nagyon tetszik az a magyar szó, hogy cipó fúzó. és ezen viccelődtünk. De hát én még itthon tanultam, körülbelül egy olyan 3 hetet, 1 hónapot, és akkor kint volt még 1 hónap próba periódusom. De hogy miben különbözik kint hát az az igazi német precizitás, ugye, hogy ott tényleg mindenki pontosan érkezik a színházba. Ha próba volt és 2 óráig volt kiírva, akkor 2:00, akkor bárhol állt a próba, akkor a karmester letette a pálcáját, megköszönte a zenekarnak, fölálltak, tehát nem az, hogy gyerekek, ma 10 percig még húzzuk. Igen, ott vagy még a finálét próbáljuk be. Igen. Eddig volt kiírva, akkor köszönjük szépen. De gondolom, ott a hangokért is nagyon felelős vagy, nem? Tehát ott nincsen melléneklés. Igen, hát azért ott a betanításnál, ott a kotta. Kotta, mert én azért szeretek egy kicsit elkalandozni, tehát ha meg tudok valamit úgy énekelni, hogy az érdekesebb, izgalmasabb, akkor elmegyek inkább egy másik irányba. Nyilván egy operánál ezt nem lehet megtenni, egy musical egy picit szabadabb, de ott kőkeményem. Tehát... És nem volt az a lehetőség, hogy mondjuk ott maradj, és mondjuk kicsit a világhírné felé ellép, hiszen te az a karakter vagy. Mutass egy magyart, aki világhírű lett műzikelénekesként. Lehet, hogy látod, nem maradtál kint, és ez nem, hát nem itt, lett. Itt ismerek sok fiatalt, aki úgy ment ki, hogy na majd én megmutatom. Nem, ott egy vendégmunkás vagy, egy Auslander,
Ezt azért éreztették is, tehát ha én késtem 10 percet egy megbeszélésről, akkor 200 márka, akkor még márka volt levonás. Ha a német fiú tette meg, akkor mondták, hogy azért legközelebb ne forduljon elő. Tehát hogy ez úgy mindig ott volt, és azért a nyelv, az akcentus, tehát mindig bennünk van az, hogy egy picit ez a vasfüggöny mögötti ez világ. Kicsit úgy fognak, hogy igen, kelet-európaiak vagyunk. Igen. De azért igen. A tehetségünk az jó, tehetsége. Nem? Németországban, ugye, ha visszamegyünk a második világháborúig, ugye a tehetség, a zene, az a zsidó társadalom igen. volt. Ugye a zeneszerzők, a zenészek, igen. énekesek, ugye ők a második világháború után eltűntek Németországból, tehát igen. a zenés műfajhoz kellett. Importálni kellett. Aha. A Miss Saigonban nyilván egy vietnámi történet, ugye Pillangó kisasszony, amerikai a fiú, ott a John-t, Chris barátját csak színesbőrű énekes énekelhette. Tehát ők amerikaiak voltak, a vietnámi tömeg és a vietnámi szereplők pedig 90%-ban Fülöp-szigetekről jöttek. Aha. Nagy részük Manilából, ugye Fülöp-szigetek fővárosából. És akkor küldték haza a pénzt az otthon maradt családnak, testvéreknek. És például volt egy nagyon kedves barátom, Lasinga, aki tongai volt, és mondta, hogy Tonga remek hely, csak nagyon sok a szúnyog. És hogy ő is, és azóta is nézem a Facebookon, de akkor ilyen gyönyörű, hosszú, fekete haja volt, ő professzort játszott, ugye Chef Mring volt németül a neve a professzornak, és ebből a fekete hajból most már ilyen rövid őszhajú. Hát ezért már 95 óta egy kicsit eltelt egy pár év. Igen, van egy ilyen messenger csoport az akkori szereplőkkel, és most épp egyik koronavírusos lett lélegeztetőgép, tehát így hát nagyon ott. Sokat de azért tartjátok a kapcsolatot ezek szerint. És tartjuk a kapcsolatot, és hihetetlen így visszaemlékezni, hogy ott voltunk. De a világhír elmaradt, a lelkem az mindig ide kötött, azért a család, a barátok. Meg azért itthon játszani, nem itthoni közönségnek. Igen. Tehát azt tudni kell, hogy ott úgy volt, hogy Musical Hall, Stuttgart 1800 férőhelyes színház, mellette egy szálloda, mellette egy Spielenhaus, egy játékterem, és egy Schwabenquellen nevű fürdőcentrum. Komplexum. Tehát ez úgy utaztatták Hollandiából, Franciaországból a Wellness hétvégére. Wellness hétvége, hogy akkor megjöttek, játéktermeztek, úsztak, szaunáztak. Egyik este akkor az a program, hogy Miss Saigon színdarab, és utána vitték vissza őket a repülőtérre, és mentek haza. Ez egy ilyen, tehát, akkor itt ilyen csomagban voltatok. Egy csomag, igen, és akkor olyat láttam például, ott láttam először a dupla kereklámpás E-Mercedes-t, én azon imádom az autókat, és akkor már ott érintőképernyő, a Mercedesnek volt ott a kerengőben egy kis irodája, és akkor érintőképernyővel össze lehetett állítani egy kocsit, megrendelni, színét, a felniket, motorvariáns felszereltség. Tehát, hogy Magyarországon még mi volt? Semmi. Örültünk, hogy marcsokit lehet kapni. Igen. Az a piacon lehetett kapni. Visszatérve egy kicsit a te munkásságodra, ahogy én is láttalak nem egyszer főszerepekben, meg ahogy végignéztem, szinte nincs is a musical irodalomnak olyan főszerepe, amit mondjuk te ne játszottál volna már el. Van még valami hiányosság benne? Van olyan, ami azt mondja, hogy figyelj, én ezt vártam 10-20 éve, de valahogy soha nem kínáltak meg vele. Hát az álmom az nyilván a Webber két főmű, ugye a Jézus Krisztus Szupersztár és az Operász Fantomja. De ez megvan. A Jézus három színházban megvolt, a Fantomot ugye 2003 óta játszom a Madách Színházban. Ha azt mondom, hogy sztárcsinálók, Dorian Gray, István a király, Miss Saigon Chris, Sakban ugye én Szegeden láttalak, mint a szabadtérén. Igen, igazi helikopterrel. Igen. Tehát én azt gondolom, hogyha Egyházi Géza barátom szokta azt mondani, hogyha most azt mondaná valaki, hogy itt a pályád vége, akkor már nem lenne hiányérzet, mert hogy a Jean Valjeanra mondják még, hogy az mekkora.
De én így magamra nézek, hát nem vagy ezzel a pálcika testemmel ugye kikjátszották, Zsangaben játszottam Zsambazsot, ugye úgy képzeljük el, hogy azért hogy egy erőteljes... Hát ugye most a feldolgozás, most a Russell Crowe, ugye ő maga... Javert, igen, de az ausztrál színész, ugye ő játsza, aki mondjuk valamennyire ugye ki volt gyúrva. Igen, de nem, igen. Nem az, tehát hogy Jean Valjean... Vagy ő tudtál énekelni azon a igen, szinten, de koncerten amikor... például, mert énekeltem a áldott légy, ki mindent látsz. Igazából nincs ilyen. A Tony volt akkor még akkor mondhatjuk olyan... azt, hogy te egyébként egy elégedett művész vagy? Igen. Én azt gondolom, hogy Magyarországon, amit elértem, az elégedettségre ad okot. Azért tudod, hogy azért téged nagyon tisztelnek a kollégáid, meg ugye a szakmabeileg, hiszen tényleg te vagy azon ritka musical énekesek, zenés színészek egyike, aki tényleg ebben a musical irodalom legnagyobb főszerepeit elénekelte. Hát sokat, igen. Így számoltam egy darabig, de nem hiszem, hogy de feladtad. Érdemes, de újabban azért a kőszínházi lét hiányzik egy picit, de azt is tudom, hogy amikor mondjuk havi 25-öt játszom, és abból mondjuk 20 utazó színházas darab, mert most is olyan 5-6 színházban játszom, azért kőszínházban és az operett színházban, a Dorian Gray, vagy Pesti Magyar Színházban a muzsika hangja, a Madách Színházban Nyomorultak operász fantomja. De azért azt gondolom, hogy egy picit ebből lehetne több. Akkor jöhetnek a prózai szerepek például? Én nagyon szeretem a prózát, de abban is inkább a vígjátékokat. Tehát, hogyha mondjuk ezt egy színházigazgató, rendező látja ezt a beszélgetést, akkor nyugodtan hívhat. Hívhat, valami érdekes karakterre, igen, mert szerelmes az már unásig van, hős típusból már rengeteg volt. De ilyen kicsit elrajzoltabb... Jöhetnek a karakterszerepek, azt mondod? Igen. Most már arra vágysz? Bár pár éve még Légy jó, mint halálikban játszottam Egerben Török Jánost. Egy picit besötétített hajjal, de hát Török János egy kicsapott... Jó, negatív figura, igen. 20 éves körül lehet, 20-21. De már ő is láttad egy karakter igazából. Karakter, igen. Egy negatív figura. Egy gonosz. De a legszebb dalt szinte ő énekli, ugye a kisfiút a darabban. Hát legyen így, jó? Jó. Hogy hát hallják ezt a beszélgetést, és akkor egyszer csak felhívsz, hogy képzeld el, Erika, kaptam most 3 csuda jó szerepet. Igen, csak rendben? Nehesen egyeztetni. Az a lényeg. Az már rajtad múlik. Köszönöm szépen, hogy eljöttél én közénk. Köszönöm. És nagy sikert kívánok nektek, kéz és lábtörés kívánok az aranyemberhez. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a Művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!